Az integrált szemlélet arról szól, ami egy igény az emberiségben ma már, hogy összekapcsoljuk a pszichológiát és a spiritualitást, és összekapcsoljuk a nyugati tudományos tanokat a keleti meditatív tanokkal. A 60-as évek óta rájöttek a pszichológusok, hogy úristen, hát csak a bajokkal foglalkoztunk, hát ez nem lehet, hogy az egész pszichológia tudomány csak a bajra fókuszál. Mi nem fókuszálunk az emberi képességekre, lehetőségekre, a magasabb állapotokra, a megnyíltságra, a szeretetre, az empátiára, az intuícióra, akár a spirituális képességekre, az önmegvalósításra. Az ember emberi kapcsolatban tud átalakulni. Személyiségében, gondolkozásában, otthon a könyvekkel is át tud alakulni, nem elég gondolatilag megújulni, hanem az egész személyiségünkkel utána kell menni, és ehhez bizony szükségünk van egymásra. Két nagy tevékenységet kell végeznünk, az egyik a terápiás munka, ugye a személyiség megdolgozása, és a másik pedig a meditáció megtanulása, tehát hogy a személyiség meghaladása, a meditatív, spirituális állapotba kerülés. És ez a kettő nem ugyanaz. Az egyiket úgy hívjuk, hogy felnövekedés, azaz, hogy a személyiségnek is vannak fejlődési szintjei, a másik pedig a felébredés, hogy a tudatállapotoknak is vannak fokozatosan megnyíló állapotai a teljes felébredésig. És egy felébredettségben előre haladt ember, akármilyen meglepő is, de lehet alacsonyabb, közepes vagy magasabb személyiség szinten. Vagyis ha valakinek spirituális élményei vannak, az nem garantálja, hogy a személyiségében is érett lesz. Ez egy nagyon fontos új üzenet az integrál mozgalomnak és szemléletnek, és csak a meditáció ismétlésétől, vagy a módosított állapotok ismétlésétől a személyiség és a kapcsolati mintáink önmagukban nem biztos, hogy változnak, ahhoz inkább a terápiás munka fog kelleni. A terápiás munkától viszont sose kerülünk meditatív állapotba, vagy csak enyhén, de az igazi nagy felébredett állapotokhoz viszont a meditációs úton kell megdolgozni.